A hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Hírül adta Péternek és Jánosnak, elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Futottak mind a ketten, János azonban hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz, látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Jézus üres sírjának nagyon fontos üzenete van. A húsvét az egészen más, egészen új életről, az örökkévaló életről és ennek öröméről szól. De a történetnek az első mozzanata az üres sír. Az ember ettől az ürességtől jobban le van sújtva, mint magától a haláltól. A halálban nem maga a halál a szörnyű, hanem az ürességnek a tapasztalása. Valakinek a hiánya. Üresség. Kiüresedhet egy házasság, kiüresedhet egy barátság, egy számunkra nagyon fontos hivatás, kiüresedhet és értelmetlenné válhat a munkánk, ürességet tapasztalhatunk akkor is, amikor nem tudunk imádkozni. Annak a tapasztalása, hogy nincs közel, nincs most itt az Isten, hogy magamra hagyott. Lehet ilyent érezni. És olykor félünk is ettől az ürességtől, az üres szív, a templomi üres padoktól. Fiatal házaspár mondja, hogy néhány év házasság után is mennyire felkavarja őket, és fájdalommal járja át az üres fészeknek a válsága. Tudnélik, hogy nem születik kisbaba. A világegyházban a család éve kezdődött, és ez egy nagy áldás, egy nagy lehetőség. És Ferenc pápa az Amoris Letícia apostoli buzdításában egy részt a válságok kihívásának szentel. Azt szeretné a pápa, ha idézem, minnyáján olyan szemmel tudnánk megközelíteni a házassági válságokat, mely nem hagyja figyelmen kívül fájdalmukat és szorongásukat. És folytatja a pápa minden ilyen válság egy új igen, mely lehetővé teszi a szeretet átalakulását, újjászületését. Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe van, de a feltámadás öröme az üres sír, Tapasztalatával kezdődik. Hogy lesz ebből az ürességből feltámadás? Mai Szent Lecke válaszol erre. Szent Pál Apostol írja, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Így, jelen időben, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. De hogy támadtam fel, ha meg se haltam? Kérdezheti bárki. De igen meghaltunk. Mindig, amikor el akarunk határolódni valami nagyon rossztól, ami nem vezet minket életre, mindig, amikor meg akarunk halni a bűnnek, és odafordulunk, talán éppen sírva, a gyontatószékben térdelve az élő Jézushoz, akkor mi valójában meghalunk a bűnnek, és feltámadunk az új életre. Lehet, hogy az első élményem az lesz, hogy világosság gyullad a sötétségben, vagy átélem, hogy mintha nem lennék egyedül, mintha valaki jelen lenne. Betölt az ő jelenléte. Jézus mindig itt van. Olyan, mintha ő értem jött volna el, engem emelne fel, engem segítene fel, hogy a bűnből megtérjek az új életre. És akkor mutatja nekem, a következő lépést, és utána a következőt, és így elkísér. Ez már a húsvéti örömnek a nyitánya. Lehet, hogy tapasztalattá válik, hogy olyan jó, hogy feltámadtál Jézus, mert megint adsz nekem valamit, egy kicsit ebből, egy kicsit abból, megint olyan jó, hogy feltámadtál, mert megszaporítod a kenyeret, és akkor, mint Kánában is tetted, a vizet borrá változtatod az életemben, ami hiányzik, azt nekem megadod, ami bennem rossz, azt jóra fordítod. És akkor így képzelődünk, hogy Jézus, ha feltámadt, akkor besegítek kicsit a földi céljaink megvalósításában, az egónknak a kibontakozásában, mi néha be akarjuk őt így fogni, integrálni a földi életünkben és törekvéseinkbe. Hát nem rossz, nem rossz, jó kapni azt és elfogadni azt, amit a feltámadt Jézus adni akar. De a húsvétnak az öröme ennél még mélyebb is. Miért keresitek az élőt a holtak között? Amikor Valakit nagyon-nagyon-nagyon szeretünk, és nagyon megbecsüljük, nagyon tiszteljük, de megbetegszik. És mondjuk meghal, és el is temetjük. Talán nem az hiányzik nekünk, amit eddig adott ő nekünk. Mert amit ő eddig adott, azt most talán megadja valaki más. De hiányzik nekünk ő maga. Miért keresitek az élőt a holtak között? Talán megértjük, hogy mi a húsvétkor feltámad dicsőséges urat keressük, őt magát. Nem a kenyér szaporítás finom kenyerére éhezünk csupán, nem a kánai mennyegzőnek a finom borára, nem azt akarjuk, hogy adjon ezt, adjon azt, még egy kicsit az egészségünket még meggyógyítsa, bár kívánok mindenkinek jó gyógyulást. Ezek ideiglenes adományok. De a feltámadás annyit jelent, mint az örökkön élő Krisztus, ő maga, az ő személye tárul fel előttem. Ő maga, az ő jelenléte és az ő békéje és az ő dicsősége és az ő felemeltetése. Olyan jó Uram, amit adsz nekem. De Uram, te magad vagy az élet. Te magad vagy az, aki hiányoztál. Ez a középpont. Ez az életem lényege. Innen indul el az élet. A te személyed, a te tekinteted, a te arcod, a te hangod, a te igéd. Jézus, te vagy az élet. Az üres sírt látva tehát most már kicsit tisztul a kép, tisztul valami, elhengeredik, leesik a szívünkről egy nagy kő. Ember, húsvét van, Madást ünneplünk. Jöjj ki! Amen.